A Karolina Kórház rendelőintézet első emeletén gyűltek össze csütörtök délután a Moson megyei nők egyesületének tagjai, az intézmény és az egészségfejlesztési iroda munkatársai, ahol már 11. alkalommal nyitották meg a női szűrőnapokat. Az esemény egy különleges pillanattal kezdődött, ugyanis az egyesületnek és az UFM Egyesült Habanyaggyártó BT-nek köszönhetően egy csontsűrűség vizsgálógéppel lett gazdagabb a Moson-Magyaróvári Kórház. Bertalan István elmondta, óriási jelentősége van az új gépnek, hiszen így még inkább erősíthetik az emberekben a szűrések fontosságát. Az, hogy az egyes embereknél milyen betegségek jelennek meg, az tulajdonképpen három dolog befolyása. Egyik a genetika. Genetikát vizsgálják, rövidesen lesznek eredmények a gyógyításban is. A másik a környezet. A környezetet sikerült elrontanunk, remélem, hogy sikerül vissza is csinálni a káros hatásokat. A harmadik az életmód. Az életmód egyre többet foglalkozunk, egyre több ember tudatosabban éli az életét, azokat az ágenseket, amik a családjában esetleg betegséget okoztak, azokat próbálja elkerülni, próbálja betenni az életvitelébe azokat a pozitív dolgokat, amik az egészséget sikerül megőrizni. Az igazgató hozzátette, amennyiben a szűrőprogramok sikeresek, akkor a daganatos megbetegedések több mint harmadát időben tudják diagnosztizálni és kezelni, ezzel csökkentve a halálos esetek számát. A Moson megyei nők egyesülete és az UFM BT nem először segít közösen. Idén az UFM arénában és a Fehérló közösségi házban is átadtak egy-egy defibrillátort. Évek óta a szűrőnapjainkon, illetve az egészségfejlesztési iroda szűrőnapjain is nagyon nagy hiány volt a mozgásszerű betegségek megállapítása, az legyen valamilyen gép, és próbáltunk keresni olyan gépet, amit bérelhetünk, vagy hosszan, és borzasztó nagy problémákat okozott, nem sikerült, és úgy döntöttünk, hogy vásárolunk egyet. Úgyhogy ez a csontsűrűségvizsgálógép története 2 millió forintba került. Orvosi diagnosztikára nem alkalmas. Győrben van olyan csontsűrűségvizsgálógép, amely több 10 millió forintba kerül, és tényleg pontos adatot ad. A prevenció szempontjából azonban nagyon fontos a gép, hiszen a csontállomány állapotából megállapítható, hogy szükség van-e további vizsgálatokra. A kórház már az elejétől mindig volt egy célpont, most akkor újra volt ez a javaslat akkor ezen a gépre, és akkor nekem az nagyon tetszett ez az ötlet, mert szívesen akkor melleálltunk, és akkor adtunk ahhoz a pénzt, akkor tényleg tudnak megvalósítani ezek a gépek, és remélem akkor sokan fognak segíteni, akkor időben tudnak akkor vizsgálni az emberek, és akkor remélem akkor kevesebb akkor tényleg a daganat vannak, akkor mit ideig vannak. A két nap folyamán aztán természetesen a méhnyakrák szűrés és a nőgyógyászati vizsgálatok kerültek főszerepbe, de lehetőség volt nőgyógyászati ultrahangvizsgálatra, szív- és érrendszeri vizsgálatra, bőrgyógyászati tanácsadás és anyajegy szűrésre, látás- és hallásvizsgálatra, reumatológiai és gasztroenterológiai tanácsadásra, valamint párkapcsolati és dietetikai tanácsadásra is. A női szűrőnapok szükségességét pedig az is jelzi, hogy a két nap folyamán rengetegen felkeresték a szakembereket, hogy egy helyben és időben elvégeztethessék a prevenciós vizsgálatokat.